A bajnokságban maradásért játszott szombat délután a Dunafer első röplabda csapata hazai környezetben. Ennek tudatában léptek pályára a Szolnok együttese ellen. A meccs elején az ellenfél jutott előnyhöz, amit nem tudott behozni a Dunafer, így az első játékrészt 25-16-ra elveszítették. A helycsere után koncentráltabban játszottak a mieink, 25-15-ös eredménnyel egyenlítettek. A harmadik etap szorosabbra sikerült, a két csapat fej-fej mellett haladt, azonban a hazai időkérésnek köszönhetően ismét sikerrel jártak a fiúk. Az utolsó játékrészben is felváltva szerezték a pontokat az együttesek, de a mieink újra összeszedték magukat, és elérték a 25 pontot. Ezzel 3-1-es győzelmet aratott a Dunafer. A visszavágó a Szolnok ellen április 11-én lesz idegenben. Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!